Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Backpack Hero folytatása. Lássuk! Oké, ez valamit akar, ami nincs nekünk. Aztán nem tudom, hogy megnéztük egyébként itt a cuccokat. Nem hiszem, mert még nem költöttük el a mókát. Oké. Te mit akarsz? Alapvetően mindenki valami más, mint amit tudok adni nekik. Barak. Jó. Csak azt kéne megtudni, hogy hol állunk. Úgyse tudom megvenni a többit, úgyhogy még nem erőlködünk. Oké, itt azt hiszem tudunk még venni valamit. Majd is megnézhetjük, hogy van-e valami vehető cucc. Ide van egy. Megkaptuk. Két energiát kap, vagy ad, vagy hogy mondjam. Ami nem rossz, az már kezd nem rossz lenni. Azért, hogy küszködjek az összes tárgyal. Az már kezd. Másik fajta pajzs. Oda kéne egy ritka pajzs. 50 bogyom nincs. Olyan sapkám nincs. Hát akkor azt hiszem ennyi volt. Gyorsan eladjuk a cuccokat, és akkor irány valami. Móka. Mert mégiscsak az az érdekes része a játéknak. Ez a meditáció két kört hoz. A két körös menet, ez is. Pontosan mit csinál? Ahol nem tudjuk kivenni, és a szomszédos tárgyakat megöli. Az miért jó nekem? Azt azért érdekelne, hogy jól értettem? Mert az akkor nagyjából azt jelenti, hogy mindent elvesztünk. El kéne vinni a Bramble-re. Ha így forgatom, akkor csak a pajzsot vesztem el. Ami még mindig katasztrófa, de valami. Akkor próbáljuk elvinni a Bramble-re ezt a nem tudom mit. Kripta vagy Bramble. Legfeljebb belebukunk. Hogy két. Vagy három, vagy tárgyaim nagy része effektív értéktelen. Hármat tudunk sebezni. Mennyit fog fel? Tizet. Ja, hogy ez meg egyedül megszökik. Oké. Ennél jobbat nem tudok kihozni. Tizet tudok fogni, vagy megölöm és 11.
az még mindig jobb. Nem jó, de mindig jobb. Hármat megfogok. Oda rakhatjuk, nem használjuk. És most megöljük. Oké. Eddig az túlzás nem jó. És gondolom ezt nem tudom itt hagyni. Van egy tüske, van egy gyengyújító. Hát egy HP az nem sok, hogy finoman fogalmazzak. Az egy tüske az olyan, hogy valahol állunk legalább. Páncélt ilyesmit nem kaptam. Jó ez. Hogy mindig másik helyre kell raknom ráadásul. Az mókás, tehát gyakran minden harc után újra kell pakolásznom a cuccaimat. Semmi teteje a többinek, hogy egyszerű legyek. És gondolom, ezt nem hagyhatom itt, ugye? Nem, pedig nagyon szeretnénk. Jó, hát amíg egyébként 2-3 helyet elpazarlunk, addig megspórolhatjuk. De az elképesztően drága. Te mit tudsz? Jó, esetleg ha lesz egy tök fölösleges páncélom. Ami nem valószínű, mert jelenleg a semmi nincs, amit fölösleges. Ez ilyen instant halál. Tehát a pajzsomat elvesztettem. És vagy a pajzsot, vagy a kardot mindenképpen buknom kellett. Ezt a másikat kellett volna megenni, mert az 7-et sebez. Azzal előrébb lettem volna. Hát azzal a karddal nem vagyok előrébb. Annyit tudok, hogy ezt megmentjük. Jó, még egy szintlépés. Jó, majd ide rakjuk. Bár nagyobb részt úgyis attól függ, hogy mit találunk. Ott egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos pajzs. Két ilyen ingyen fegyver. Oké. Szerintem ez mi vagy? Plusz egy páncél, vagy páncéloknak, de nincs páncélom. Kérdés, hogy a szomszédosba ez is benne tartozik, vagy sem? Nem. Tehát csak a 4 normál irányba. Ezt fölösleges elrakni, eltehetem, de meghal. És úgyse érdekes. Jó. Hát egyenlőre doboz meg harc, az jól hangzik. Azt se tudom, hogy ez micsoda. Arany nem kell, az biztos. Most nagyjából jól állunk, úgyhogy jöjjön a harc. Megfogjuk a sebzést. Mindegy, így se, úgy se tudjuk megölni egyiket se. Úgyhogy akkor teljesen mindegy. Annyit mondjuk el tudunk érni, hogy ez megvan. Hát mondjuk, ha számoltam volna, akkor látom, hogy megöljük. Úgyhogy mindegy. XP-t nem sokat kaptam, ezt azért nem kell
megneveznem. Ú, az a sipka, az nagyon kell. Ha azt hiszem, azt el fogjuk veszíteni. Az ellen nem tudok mit tenni. Elveszíthetnénk a tüskét, de az... azt rosszabbnak érzem. Ezt viszont vigyük el, mert ezt elhasználom és eldobom. A 10 gyógyítás meg megvan belőle. Igen, ez is egy opció egyébként, hogy elhasználós tárgyakat használunk. Ez... nem. Jó, a szerencse cucc az nem annyira lenne rossz. Azt el tudnám fogadni valami hasznosságra. De nem. Bolt, ellenfél, arany. Hát először az ellenfél, abból szintet lépünk, és az arany az szintén jó. Oké. A 10 gyógyítás az kell azonnal. Hogy jó ez nekem? Sehogy se. Ezzel 12-t fogok, megvan a sebzés. Próbáljuk a nyuszit megölni. Majd meglátjuk. Hát... ezzel nem tudok mit tenni. Majd el kell használnunk őket. Ami ugye még egy energia. Mert egyébként túl jól állnánk, nyilván. Nyuszi meghal. 24. Tehát ha mind a kettőt bedobom, akkor is gyér. Két támadás az elég, hogy az egyiket megöljük. De akkor benyalok sokat. Ezzel járok legjobban. Ez így nem igaz. A nem annyira katasztrófába. Tíz, azt el tudjuk viselni. Tízet el tudunk viselni. Ezzel megvagyunk, ezt meg tudjuk ölni. Jó, hát a nyálkát meg benyaljuk, azzal most nem tudok mit tenni. Az jobban zavart, hogy az előbb be kellett nyalni egy... hogy hívják ott? Egy fix sebzést. Nem sokat, de ahhoz eleget, hogy zavarjon. Oké. Ezt meg tudjuk ölni, azt meg pajzsal megfogjuk. Oké. Ja, hogy rendezzük. Hésztet kapunk, ha sérülünk. Nem rossz, de sérülés kell hozzá. Mondjuk, ha van egy jó gyógyulás funkciónk, akkor egyébként nem egy rossz darab. Az a hészt, főleg a felhalmozott hészt, az nagyon-nagyon durva. Ja, hát azt sajnos buktuk, az ellen nem tudok mit tenni. Jó, és akkor jön a következő újra rendezés. Remélve, hogy valami hasznos tárgyat kapok. Oké. Legyen ide. És akkor ez a három hely, ez nem használható. Egyébként nagy hulladékot kaptam, úgyhogy tök mindegy. Minden harc végén 3-at gyógyulunk, az jöhet, az tetszik.
plusz egy gyógyulás. Az nagyon jól hangzik. Körönként egyszer lehet használni. Egy energiába kerül, de gyógyulást ad a fegyvernek. Az tetszik. Annak igen komoly hasznát látom. És akkor most káros, hogy nem szedtük fel azt a hésztes bogyót. Na mindegy. Jó, az egyik ilyen cuccot felszedhetjük. Meg a másikat nincs annyi helyem. Akkor ehelyett ezt kérem, mert ez felrobbantható. Föl tudom robbantani 10-et mindenkibe. Az megéri. A két energia se rossz, de a mindenkit felrobbantunk 10-re. Az szimpatikus. Jó, nézzük meg a boltot, hát ha valami használható cucc van. Van egy mana sipka. Az nem ez a karakter, de egyébként nem rossz. Plusz egy sebzés a fegyvereknek. Annyira nem egy nagy buli. Az nem egy rossz cucc, csak nem igazán jó. És ha megveszem, akkor valamit ki kell dobnunk, vagy valami olyan helyen lesz, ahol meghalt. Annyira nem vészes. Egyébként. A vík az egy nagyon jó tulajdonság, azt azért nem sajnálom. Így. Mind a három megkapja a bónuszt. Azt meg majd elhasználjuk úgyis. Mondjuk. Hát akkor nincs mit cifrázni, ezt úgyis elhasználjuk. Manának meg nem kell. Hú, de sokat sebződünk, hogy rövid legyek. 16, hát két páncéllal, meg ezzel egyet veszünk, és gyógyulunk egyet. És azt az egyet majd visszasérüljük, de ne, na bum. Sőt, többet is visszasérültünk, de most megint ez a na bum. Ja, ez nem vészes. Húsz. Még egyet belerakunk, azzal már kettőt gyógyulunk. Most egyelőre csak ezen gyűlünk itt az egyre nagyobbakat gyógyulunk. Igazából egyébként az, hogy ő gyógyítja a szörnyikéket, az nem is a nagy baj. Ha egyre nagyobbakat gyógyulunk közben. Jó, annak nem örülök, hogy egyre többet vissza is ütnek. Mert ugye ez folyamatosan növeljük a rage-et benne. De azért úgy vélem, hogy segít. Vagy valamit haladunk. Oké. Aztán 12 az nem sok, de így haladunk abba, hogy megöljük. Ráadásul mindegyiket használtuk, ugye mindegyiknek most már elég nagy gyógyítás funkciója van. Úgyhogy működik ez a lassan felgyógyítunk magunkat. És ha más nem, a tüskéken megölik magukat. Oké. Kiszedjük, maxra vagyunk gyógyulva. Sérülni fogunk, de az most nem érdekes.
Jó. Megvan a sebzés. Ezt meg lassan elkezdjük elgyengíteni. Az a 20 az egy kicsit sok. Ami most itt jön. De tudjuk gyengíteni. Jó. Négy. Akkor meg dara. Még a páncélon nem jutottam át. 23-as páncél. Azt hiszem most ki kell szedni a gyógyítót. Vagy legalább ki kell szedni a gyógyítót. Jó. Visszagyógyulunk mindent simán. 9 gyógyuláson vagyunk. Úgyhogy maxon fejezzük be minden kört. Kérdés nélkül. Azt kellett volna használni. Mindegy, így is maxon fejeztük be a kört. És elfogyott. No, hát működik. Működik. Ez a csomag akár működhet is. Egyelőre ide, és akkor ezt a helyet is megspóroltuk. Ad regent, hésztet, energiát és meghal. Hát, mondjuk, akkor azt tudunk itt hozni, ja igen. Így, azt mellé rakhatjuk, mert el fogjuk használni. A másik sapkát... Azt ide rakjuk, és akkor van összesen 8 fix páncélom. Ez szuper nehéz, úgyhogy nem érdekes. Ezt ide rakhatjuk, szintén elfogyasztjuk. 2 energiára majd valamikor, például amikor kell a ütlegelés, vagy akármi. Nem. A kesztyű nem lenne teljesen haszontalan, de még egy bolt. Hát, ha itt tudunk szintet lépni ebből. Egy 2 kör alatt meg kéne ezt ölni. Na, mondjuk arra jól jön ez. Oké, 18 az elég. Sőt, 16, de mindegy. Jó, ez egyenlőre elég. Annyika mindenkinek ad 2x4-et, nem csak 1x4-et, de az még mindig mindenkinek ad sokat. A 10 pajzs, hogy ezeknek most a normál működéskor is jó. A gyógyítás nem érdekes. Ezt megehetjük 2 energiáért, mert azt visszagyógyuljuk. 2-vel megöljük. Szerintem először téged fogunk kiszedni, vagy megpróbálni kiszedni. Ja. Ez a szuper sebző csak elképesztően sok helyet igényel. Hát,
miután ez további helyeket foglal el, nem fér be, még akkor is, ha valószínűleg szintet lépünk 7, meg 8 az 15, tehát szintet fogunk lépni. 14. Jó, meg ez 9-el megöljük, az még jobb. Remek! Hát akkor innentől kezdve tiszta sor. Főleg így. Bár mondjuk most már nem kell az a energiapazarlás, mert nem sebez. Jó. Hol szerezzek? Mondjuk így. Kérünk valami használható tárgyat. Hát ez egyik gyérebb, mint a másik. Manából növeli a sebzést. Kupa. Ó, ez a jobb fajta kupa. Hát azt kérjük. No. Ide. És akkor 3 elhasználós tárgyat tudunk oda tenni. A 12 sebzés mehet. A szerencse kupakot megkérhetjük. Ez meg... Semmi értelme, hogy felszedjem. Az a baj, nem tudom, hogy itt mi van. Ó, lehetne venni cuccokat. Ez jó kérdés. 15-ért vegyünk valamit. Ilyen kisebb cuccokat. Nem tudom, hogy ezt megnéztem-e, de nem hiszem, hogy van, ami érdekel. 40 bogyóért eladható, hát ja. Ha minden körbe használjuk, például, bár nem tudom, hogy ez fixen csak a körvé, az is egy érdekes opció lenne, de hát az is fene tudja. Ki kéne találni, hogy ezt hogy kell használni egyszer, de ez nem a mostani menet lesz. Se aranyom nincs rá, se egyebem. Ú, de sokan vagytok, hogy egyszerű legyek. Hát azt hiszem, ezt el fogjuk használni. 12 mindenkibe. Az úgy jó nyitásnak. Jó. Azt szerintem a második körre meghagyjuk. Bár ha ezt leütjük, akkor egyébként a sebzés az eléggé elfogy. Márpedig ezzel simán leütjük. Vagy kétszer ezzel. Haza vagy ezzel kell leütnöm. Ő meg menekül a következő körbe. Az ötöt meg benyaljuk, de azt simán visszagyógyuljuk. Ezt úgyis el kell használnunk. Az egyszerűség kedvéért, valamikor. Jó. Hozzádobjuk. Ez 14. Megvagyunk. Igazából annyi se kell, mert leütjük. De mindegy. Simán megvagyunk. 9. Meg tudjuk-e ölni? Mert akkor nem kell cifrázni. Szintlépés nincs. Annyira nem meglepő. Te mi vagy? Kaktusz. Ha sérülünk, akkor kapunk 7 tüskét. Jöhet. Abszolút jöhet. Még egy ilyen pajzs. Kettőnek nincs értelme. Cipő az nem, mana akármi nem. Hát a többinek nincs teteje. Hát ezt lehetne esetleg... Végül is egyszer fel tudjuk használni.
Hát annyit meg tudok tenni, hogy így, és egyszer elhasználjuk ezt a manát. Ha már úgy is van helyem. Kérdés, hogy lehet-e jobban kisakkozni? Nem nagyon. Így lehetne. Oké. Mert ezért nem érdekes. És akkor kettő fegyvernek ad. Kérdés, hogy melyiknek érdemes ezt a plusz egyet adnom majd. Egyébként. Mert ezt minden körbe használjuk. És szerintem ez az értékesebb, ha így kapják azt a plusz egyet. Ja, hát ez mind hulladék, azzal nincs is mit kérdezni. A gyógyulás nem izgat, de hát ez több mint 5 XP-t ad, meg tárgyakat. Nézzük meg ezt. Jó, az nem izgat gyakorlatilag. Ládát azért lessük meg. Szintlépés nem várható. Úgyhogy ebből kell kigazdálkodni, amit ki tudunk. Szomszédos pajzs kap tüskét. Most nem annyira jó ez nekem. Ez mit csinál? Hát egy gagyi páncél. Ez jobb páncél, mint az. Ez jó lenne, hogy ez kapjon tüskét, de a kaktuszból sokkal többet hozok ki. Gyógyító nem érdekes, virág... Nyeh. Ha lenne helyem. De most úgy érzem, nincs helyem. Ezt meg nem tudom, hol kéne felhasználnom. Jó. Ja, hogy doboz. Már érdekesebb kérdés. Doboz nem érdekel. Akkor XP. Azt hittem, hogy az egy harc lesz, de nem. Az egy haszontalan doboz. Amiből most tele vagyok. Azt hiszem, ide kellett a cucc. Oké, annak örömére, hogy visszahoztuk neki a cuccot. Oké. Akkor a harc előtt jön egy harc, mert megnyertük a két helyet. Ennyi. Ennyi előnyünk van. Jó, hát ezt használjuk el, mert nincs mire. Most érdemes elhasználnunk, mert úgy érzem érdemes. de sokat idéz. Még egy pajzs nem kell. 13, ouch, az sok, és utána még a nyavajákat kirakja. Jó. Egyszer meg fogunk sérülni, de az így jártam. Hogy járok? Jól. Gyógyulást kell erősíteni. Tizennyolc. Kettőt sérülök, ami azt jelenti, hogy jön a tüske, a kaktusz tüske. Azért a 8-as tüske az nagyon fincsi. Azért érdemes egy kicsit sérülni. 21, 2.
azért érdemes egy kicsit sérülni, és most jöhet megint egy tüske. Annak nem örülök, hogy megint idéz. Még szerencsére csak egyet. Kezdenek sokan lenni az ellenfelek. Egyet felrakunk. Ez 20. Így jártam. Nagyját egyébként visszakapom, és azért a 15-ös tüske, vagy még nagyobb tüske az... az most már kezdott nem barátságos lenni nekik. Ebben megegyezhetünk. Hát kell, mert ez nagyon sok. Meggyógyuljunk. Ja, jó. Fröccs. Ez tetszett, na. Ez a végmenet, ez tetszett. Ahogy bedarálták magukat. Annak nem örülök, hogy egy kicsit rosszul állok a HP-ba. Annak nem örülök. Jó. Hát reméljük, hogy a következő harcot túléljük. Au. Na most jön a játék, hogy hogyan rendezzem át magamat. Jó, ez nem érdekes, mert... elvileg ez az utolsó harc lesz. És... hát van 3 üres helyem. Meg ha nagyon kellene, akkor még ugye lenne még egy hely, ahova lehet elpusztuló cuccot rakni. Meglátjuk. Na hát... kaktusz. Kaktusz, kaktusz. Mérgez. Annyira nem ijesztő a mérgezés. 9-et sebez, az pont jó. Hogy őszinte legyek. Az pont annyi, hogy aktiválja a mérgezésemet, vagy a kaktuszomat egyért. Az szinte ideális. 12, az már nem annyira ideális, de még mindig oké. Okay. Az még mindig nagyon jó. 10 az belefér. És most már 3-asával gyógyulok. 22-es tüskével. Az úgy kemény. Az úgy kemény. Tizenöt. Az már nem tetszik. Azt fogjuk meg. Jó. Na még nem fogjuk meg, de meglátjuk. Fröccs. Oké. Kapunk egy gyerekjét, hát elég gyérerekje készlet. Nem használtunk fegyvert, az sose lesz. Ha nulla a blokkunk, akkor kapok egy energiát, ha a kör végén nulla a blokk. Na, most kezd izgalmas lenni. Egyelőre még jó, de azért mókás, na. Van még egy menet? Van még egy menet, úgy látom. Hát a max HP az kérdés nélkül. A doboz, hát ha valami hasznos, kiesik. Nem különösebben. Jó, a fogyasztható cuccokat kérjük. Hát miután egy helybe kerül, ezt elszedjük. Ki tudnám-e használni azt? Technikailag igen.
De így ez kevesebb páncél, mana, akármi. Jó. Oké, így ki tudjuk használni. A két használható cucc az, amit elveszítünk, az nem érdekes. Jó, hát annak a bónuszát így tudjuk csak felhasználni. Majd később javítunk rajta. Deep kép vagy Enhanced van? Nye, halvány gőzöm nincs. Menjünk az egyikre. Jó, hát ez így érdekes, hogy újra kell sakkozni minden menetnél a cuccokat, ráadásul egyre a kényelmes helyek kezdenek elfogyni. Na, mondjuk most már azt hiszem lassan jön megint újabb szint, és akkor lesz egy-két ilyen szélső zónánk, ami nem olyan katasztrófa. Egy kell mindenképpen. 18-22. Ha ez a kettő lenne az első, akkor jobban jönne. Ha sérül 15-öt, akkor ad 4 dolgot, hát az semmi. Hogy úgy mondjam. Oké. Ez így nem olyan vészes, így 19, 3-ért aktiváljuk a kókuszt, vagy mi az a kaktuszt. Majdnem ugyanaz. Ja. És őt meg a következő körbe simán kiütjük. Oké, te mi vagy? Vampír balta. 10 sebzés, 3 mérgezés magunknak. A vámpír, azt felteszem, azt jelenti, hogy gyógyulunk. A 3 mérgezés... az azért nem annyira teszi lehetővé, hogy tömegesen használjam. Rengeteg tüskét raknak magukra. Az mondjuk igazából figyelmen kívül hagyhatjuk. Oké, ez egy... ez nagy azért, 3-as. Méretű fegyver. Felhasználjuk, de nem vagyok meggyőződve. A takarító az jól jönne, amelyikkel leszedjük a mérget. Bár... csak nagyon lassan. Azt hiszem, így ezt felhasználjuk így. Ja. Mondjuk az egy gyógyítás. Meg kicsit piszkáljuk őket. Jó, hogy meghal a tüskémen. Nem hal meg, mert volt páncélja. Nem sokon múlt, de nem halt meg. Jó. Tizenkilenc, huszon sok. Hát arra azt mondom, hogy fogjuk meg az egészet, és üssük bele, amit lehet. Nem sok. Azt nem számoltam, hogy tüskék mindenütt. Ez fájni fog. Mondjuk cserébe jönnek a tüskéink. Azzal nem számoltam, hogy tüske minden irányba. Jó, hát ez majd gyógyít a végén. Most beüthetek ezzel méregre. Egyébként most meg kellett volna ölni őket, és akkor nincs gond a méreggel. Na mindegy. 5-5 visszanyalunk. Jó, ezt legalább szedjük ki, annyival legyünk beljebb. Kilenc. Ezzel visszaszedtük ezt.
kétszer tudok támadni, és akkor nem érdekes a méreg. Mert meghal, mielőtt problémáznánk. Jó. Na, ez mit tud? Ad egy mérget, a fegyveren lesz 3 méreg. Az simán jöhet. Újabb egy egység energia. Meglátjuk. Az simán jöhet. Tetszik, abszolút tetszik. Hova tudlak rakni című játék? Hova tudlak rakni téged? Oké. Az a baj, itt most 3 cucc meg fog halni. Hát azt hiszem, ezt nem tudom megmenteni. Hát jók lennének szinte mind, de nem. Hát azt hiszem, ezt elveszítjük. Azt hiszem, ezt elveszítjük. Bármilyen. Mondjuk annyi, hogy akkor legyen extra pajzsunk. Meg legyen extra, nem is tudom mi ez. Lassít, meg gyengít. Úgy is elvész. Jó. 10 XP, az szimpi. Szintet lépünk. És azt hiszem egyébként ez lesz a vége a menetnek. Te mit csinálsz? Ja, ez a mínusz egy körökig nem tudunk csinálni semmit című játék. És először őt kell kiszedni. Ahogy ezt megfogjuk teljesen, bármennyire is nem jó. Jó. Mondjuk. És akkor egyre több méreg lesz majd itt rajtam minden formában. Mondjuk. Nem érdekes, de úgyis elhasználjuk. Legyen ide, mert ott nincs semmi. Akkor nem olyan érdekes, hogy mit csinál, ha ott nincs semmi. Jó, most már 6 méreg, meg 2 gyógyítás. Az olyan nem rossz. Ja, az ő 2 gyógyít, 2 mérge, az így jártam. Minden nem lehet meg. Olyan sok nem kell. Most ezeket a nyavajás mérge, aknákat rakja rám. A fene vigye el. Az kezd zavaró lenni. Annyira... ja, mondjuk így. Ahogy ez böszöm nagy. Oké. A nullást leszedjük, mert az nem kell. Hát a 3-as muszáj vagyok leszedni. Ő meghal a mérgezésbe. Viszont ez gyógyít rajtam, úgyhogy azt kértük. Jó, meg van elég nagy tüskénk. Ő meg nem tudom mibe halt meg. Azt hiszem támadott. Vagy valami egyéb ilyesmit. Hibázott.
Ó, és miután rajta volt a cucc, így ez nem működött. Akkor ezt megúsztuk, akkor megmentettük ezt a két tárgyat. Ja, hát ez a része egyszerű, elrakjuk a sarokba. Te mi vagy? Jó, struktúrákért csinál dolgokat. Minden körbe kiszed egy. Hát egyébként nem egy hatékony. Ez a building vonal, ez halványgőzöm nincs, hogy hogy kéne ennek működnie. De azt nem látom be, hogy hogy lenne jó valaha is. Ja, ez 20-at sebez. Azt értem. Meg energia. Jó. Legyen így. Aha. Ez nem volt annyira szimpi. Kedves játék. No, hát innen folytatjuk. Már ennyi.